Mit taníthat fehér ember Afrikában? Bármit. Az ingergazdag környezetben felnőtt európaiaknak különösebb szakmai képzettség nélkül is van meg annyi ismeretük, amelyekből Afrikában nagy a hiány. Nincs más dolgunk tehát a fekete kontinensen, csak megosztani, amink van. Tehetjük ezt úgy, hogy közben nekünk sem lesz kevesebb. Sőt. Mondják, Naskoloáni olyan hely, ahol az ember kétszer sír. Amikor megérkezik, és amikor mennie kell. Tényleg siralmas volt a látvány elsőre. Faluban úgy éreztem magam, mintha visszautaztam volna az időben, úgy 30 évet. Itt az iskolában még himnusszal indul a nap, és még verik a gyerekeket. Verés jár a késésért, de azért is, ha valaki nem a hivatalos nyelven portugálul szólal meg, hanem törzsi nyelven, ahogy otthon megtanult. Nincs vezetékes víz, csak néhány házban, miközben a tisztálkodás itt fontosabb, mint a fejlett országokban. Amiből kevés van, azt be kell osztani. És erre vannak jó módszerek. Például a Tipitap nevű kézmosó. Az amerikai találmány elterjesztésében ugyanúgy van dolgunk, mint a gyerekek alapvető higiéniai felkészítésében. Nem csak a mosakodás és mosogatás szorul ki sokszor a házból, általában főzni is a szabadban szoktak. Mi is megpróbáltuk néha, bizony nem is olyan egyszerű. Arra mind több helyen figyelnek, ne használjanak túl sok tűzifát, mert abból egyre kevesebb van, és egyre drágább. Ezért segítettünk tüzelőtakarékos tűzhelyeket építeni. Környezetvédelemről van mit tanítani. A kínaiak Mozambikot is ellátták nejlonzacskókkal, és ezeket egyelőre inkább csak a szél rendezgeti. Az országban csupán nagyvárosokban van szemétszállítási, illetve tárolási rendszer. A szemét csökkentése adta az ötletet, hogy alakítsak egy gyerekklubot, ahol különböző hulladékokból készíthettünk játékokat, eszközöket a tanításhoz. Egy ilyen klubban aztán bármit lehet tanítani gyerekeknek, csak beszélgetni kell velük.
A fontos, hasznos információkat úgy is terjeszthettük, hogy helyi önkénteseknek tartottunk előadásokat például AIDS-ről, maláriáról vagy oktatási módszerekről. Aztán az önkéntesek továbbadták másoknak. És az is jó módszer volt, ha én magam készítettem gyógynövényport, és amikor azt szétosztottam, elmagyaráztam, hogyan csinálhatják legközelebb maguk. A munkát itt korán kezdik. A szerencsésebbek turista központban élnek, külföldieknek adhatják el portékájukat. A vidéki tehénpásztorok viszont örülnek, ha enni kapnak este a munkájukért. És mivel egész napjukat a határban töltik, iskolára nem jut idő. A jövőjük hát megpecsételtetett. Ezen is változtatni kell. Meg kell értetnünk a családokkal, hogy az iskolázatlanság szegénységbe taszít, segítenünk kell megtalálni a módját, hogy minden gyerek tanulhasson. Az ilyen segítség hosszú távra szól. Persze a rövid távú segítségre is szükség van olykor. Megosztottam velük néha a kenyerem, de ők jó tanítványként tovább osztották, amit kaptak. A hozzám nőtt gyerekek emlékének tervével bizony nehéz volt a búcsúzás. A mondás igaz. Neskoloániban az ember kétszer sír, amikor megérkezik, és amikor mennie kell.